Üdvözlök neked, én Baszabi 202 vagyok, és ez itt egy Team Fortress 2 random gameplay. Csapjunk is bele. Oké, meg is érkeztünk a szerverre, kékekkel leszünk, és kémekkel. Mármint hát nem kémekkel, hanem a kémkasztal. Úgy tűnik, hogy még az elején érkeztem ide, és be vagyunk ide zárva. Hát ezt kémmel nagyon hamar orvosolni fogjuk. Gyorsan ki is szökünk ide oldalra. Mindegy, a lényeg, hogy kicsit kijöjjünk onnan. Itt visszaváltozunk, és mindenki meghalt, mire megfordultunk. Ez alapvetően várható volt, de nem egy rossz hír, mert azt jelzi, hogy kijutottunk, mert hát a csapattársak is. Én mivel kém vagyok már előtte is. Mindenképp ez egy érdekes run lesz, hát nem runnak nem nevezhető, nem The Binding of Isaac, hanem menet, mert én vagyok valószínűleg a világ legszarabb kéme. Az... Mindegy. Szép nyilat repült egyébként. Ajaj, megláttak, túlélünk, nyugi. Valakit nagyon hátba kéne szúrni, az az igazság. Milyen színű vagyok egyáltalán, kék? Valamiért nem bizonytalan voltam. Szia. Mi van, hogy itt most átváltoznék valamivé? Az a baj, hogy megláttak, és ez így már kevésbé hatásos. De talán elveszíti a fonalat is. De nem, látja, hogy ki vagyok, bizony, ne, hogy elveszítse a fonalat. Akkor eddig 0-1. Nem baj, mi kitartóan tovább próbálkozunk ezzel a... Srácok, valaki itt hagyott valamit, vagy valamiét, vagy... Mindegy. Szóval én kitartóan próbálkozok még elérni valamit ezzel a kasztal, ami számomra nem kínszenvedés, mert érdekes kérdés ez, mert The Binding of Isaac-ben ugye, mint azt már mondtam, igazából nem tudom milyen sorban fognak felkerülni a videó. Ja, de tudom. Akkor azt még nem látátok. Mindegy, The Binding of Isaac-ben Eve-vel gyűlölök menni, de annyira, hogy kínszenvedésre lejátszani nem is játszok, mert nem megy. Itt Team Fortress 2-ben pedig a kémmel nem tudok játszani, mégis nagyon szívesen játszok vele, sőt, mostanában szinte vele játszok a legszívesebben, mert szeretném őt is kitanulni, és igazán pozitív lenne a videót illetően, hogyha tudnám merre kell menni, de igazából csak követnem kéne azt a kék körvonalat, és már is okosabb lennék, de ott egy nagyon nagy heavy, ami nagyon hamar szét fog kapni minket, hogyha nem változunk láthatatlanná, amit megtettünk, és... Azt hiszem nem szúrt ki minket semmi. Akkor itt föl revolvert erő, hát ha itt valaki hirtelen lesz. Van is, aki hát azt megöltük. Na. Egy kill után nem mondom, hogy kezdek belejönni, de haladunk. Nem, ez sem mindegy. Akkor egy kis láthatatlanság. Aki úgy tűnik, hogy csapattársak vannak, akkor ki. Hadd töltődjön, mert ugye ez nem a végtelenségig van ám. És itt van így mi van? Vagy ez itt a... nem tudom. Itt volt egy ellenséges kém egyébként. Még szeretnék... Aha. Jó. Hát ez itt nem kémnek való csatatér, úgyhogy gyorsan át is suhanunk rajta láthatatlan üzemmódban. Jaj, valaki kiszúrt, de hogy szúrt ki? Oké. És itt át kéne változni? Oké, változ, oké. És például ezt a... healert ezt itt nagyon le kéne szúrni. Egyet beleszúrtunk? Oké. Még egyet sikerül, ezt is talán sikerül leszúrnunk? Ajaj, nem, ezt már nem jött össze. És Tomátátorral együtt sikerült megölnünk azt a healert, úgy tűnik. Utolsó vagyok, de ez általában megszokott, amikor kémmel játszom. Egyébként nem vagyok talán olyan nagyon rossz, például Heavy-vel. Szóval, ne hagyj Isten, előfordul olyan is már, hogy első voltam, de az azért nem valami gyakori. Viszont Spy-jal általában, hát kémmel ugye elég ritkán vagyok a utolsó helytől távolabb. Viszont ezt a kört megnyertük, nem nekem köszönhetően, de én is belesegítettem, jó? Oké. Akkor várjuk a következő kört, amiben remélhetőleg egy kicsit aktívabban segíthetünk csapattársainknak. Oké. Még nem mehetünk ki. Azt a kis járművet kell majd elvinnünk az ellenség bázisáig, ami nehéz feladat lesz. Igazából nem tudom pontosan, mert nem tudom melyik mapon vagyok. Mondom, nem sokat játszottam még ezzel a játékkal. De mindegy.
Fölül is ki lehet majd ugrani? Vagy ez itt a, az a felső rész, ez itt semmi, értem. Na. Ez valami easter egg lenne, vagy? Mindegy. Amíg nem kezdődik a meccs, nézzünk egy kicsit körül. Einstein relativitás elmélete. Meg egyéb ilyen matematikai dolgok, amikkel nem tudok, nem tudom mi ez is, nem is kívánok foglalkozni. Főleg nem nyáron, főleg nem egy Team Fortress 2 gameplay közben. Nagyon titkos. Azt hittem azért nyílt ki, mert megszúrtam. Oké, 15 másodperc múlva kezdődhet is a kaszálás. Mármint hát ők elkaszálnak minket, ez általában mindig így van a védekezők ellen. Hát hogy mi kimegyünk, aztán meghalunk. Aztán szép lassan valahogy kitörünk. Egy láthatatlanságot beiktatunk. Oké. Mi gyorsan az oldalsó szélre. Ez itt nem tudom mi volt. Oké. Úgy látszik egy csapattárs is ezt az úton találta a legjobbnak. Valaki látja, hogy itt vagyok, ezzel kicsit foglalkozni kéne. Mert ha nem foglalkozunk vele, akkor ő nagyon hamar fog velünk. Oké, szia, te velem vagy. Szia. Úgy. Az nagyon durván leszúrtam. Akkor 2-2. Hogyha ez így folytatódik, akkor tényleg akár még hasznos tagja is lehetünk a csapatnak, de nem szeretném elszólni magamat. Hol van mindenki? Mert így mindenfelé csak csapattársakat látok, ami egy alapvetően egy pozitív dolog, de nem lenne rossz azért látni ellenségeket is. Ott szaladt valaki, ott szaladt valaki. Ott van, azt lelőjük innen. Persze, hogyha nem most kéne tölteni. Oké. Na. Én azt mondom, hogy szerintem, nem szerintem, statisztikailag most már hasznosabbak voltunk, mint az előző körben, tehát mindenképp előre lépést produkáltunk. Ezt ne tekintsük el attól, hogy nem sikerült beugranom 6 alkalommal azon az ablakon. Ettől függetlenül én azért hasznosabb voltam, mint legutóbb. Amit most eljöttem, az még mindig egy nem egy nagy hatás fog, de mondom, előrelépés, és ez nekem már jó. Nem ismerem a pontot, hogy kicsit itt körülnézek, ott a teleportjuk. Azt érdemes lenne szerintem kiiktatni, jön a kis... Aha, látta, hogy bejöttem. Oké. Ezt meg lehet semmisíteni, csak így. Aha, ennyi volt. Ajaj, ott jön valaki. Jajaj. Oké. Hát kiszúrták, hogy itt vagyok, de a célomat teljesítettem, tönkretettem a teleportjukat. Így lehetőleg egy pár percig még, vagy nem tudom mennyi ideig. Nem lesz gyors erősítés utánpótlásuk. Megint csak nem a főútvonalon szeretnék közlekedni, mert mint spy nem ez a prioritás, hogy én ott menjek. Ez lesz a teleportunk? Igen, jó. Akkor lesz egy teleportunk. Le kéne szúrni... Oh, meghalt. Nem baj, asszisztot kaptam, mert hát benne voltam én is a halálában. Az ott nagyon kiszúrt, azzal nem szeretnék nagyon szórakozni. Egy kicsit láthatatlanban így lenézek, hogy ott vár-e még. És igen, úgyhogy azt oldalba leszeretném lőni. Nem, a játék nem így szeretné. Kicsit ide jövünk szurkodni. De nem ez a spawn helyük, azt hiszem. Úgyhogy ide nem jöhetünk szurkodni. Hol van mindenki megint? Oh, hello, Heavy-kkel azért nem nagyon kéne szórakozni. Bár talán... És leszúrt, nem szúrtam le. Akkor csak úgy meghalt, és úgy tűnt, mintha én szúrtam volna le. Utolsó előttiek vagyunk, ami egy megint csak egy kisebb előrelépés az előző körhöz képest. Hát így kell kitanulni szerintem minden kasztot, szóval béna vagy benne, akkor szépen játszasz addig, amíg jobb nem leszel. Most a főútonon jövök, ez azért van, mert elég messze van a csatamező, úgyhogy addig itt mehetek a leggyorsabb útvonalon, aztán majd ott kitérek valamerre. Ezt leszeretném szúrni, köszönöm, nem, helyette engem szúrtak le. Én még soha nem öltem meg Spy-jal Spy-t, úgyhogy ez érdekes dolog lehet, mert
mondjuk nem érdekesebb, mint bárki mást megölni, de én azért mégiscsak szeretnék megölni egy másik kémet. Velem már rendszeresen tették, mikor éppen kémmel voltam. Te kezdünk visszaszorulni, úgy tűnik. Aminek én nem örülök, ezt lebuffantottam. Az barát, akkor azt nem buffantom le inkább. Aha, úgy tűnik kezdünk kicsit visszaszorulni. Ajaj, nem lesz jó, mert sokan vannak erre felé. Valakit le kéne szúrni. Leszúrtam valakit. Még valakit. Na. És most meg fogok halni. Jön valaki utána? Nem, nem jön senki utána. Senki nem szúrt ki engem. Most vagy profi voltam, vagy... Nem, profi az nem voltam. Akkor a ellenségek voltak figyelmetlenek, nem is kicsit. 7-5. Ez eddig legjobb statom kémmel. De nem állítasz fel a teleportot, jó? Nem szeretném, nem örülnék neki, hogy a teleportot állítanál. És sajnos állítottál, amit én nagyon hamar tönkre teszek. Úgy? Lag volt, egy kis lag. Nem tudom, hogy a szerver vagy én, de mindenképp kellemetlen volt, és úgy tűnik, hogy kezdünk, most megkockáztatom, hogy kezdünk belejönni a kémbe, attól függetlenül, hogy most meghaltunk, mert már nem vagyunk az utolsók, se az utolsó előttiek, se az utolsó előtti előttiek, és már van 8 killünk, ami bármennyi halállal együtt is szép teljesítmény nálam, hogyha kémmel vagyok. Úgyhogy én kezdem azt mondani, hogy talán már ügyesebben játszom a... Ügyesebben játszom ezzel a kaszttal. Aminek én rendkívül örülök. Kijövünk szélre. Itt nincs senki. Ide fölnézünk, mert legutóbb is errefelé hal... Nem tudom. Valamikor errefelé haltunk meg. Ott megint állítják a dolgaikat, de... Jaj. Hát az nagyon teljébe talált. Ez mi lesz? Szentrigán, jó. Ez meg életet ad, jaj. Fincsi. Hogy? Akkor hamarabb gusztok, ott jön valami. Gyere ide, hol vagy? Oh, megöltük. Akkor én szerintem most átváltok ellenségre. Mármint hát, hogy arra a kinézetre. Oké, nem tűnt fel senkinek. Téged viszont azt hiszem leszúrlak így. Most, ha már itt vagy, de mennyit kell szúrnom beléd? Mi van itt? Nem mondod, hogy valaki hílelte, vagy nem tudom, de valamitől nőtt az élete. És ez egy brilliánsan elsült terv lett volna, hogyha az a kis baki nem lett volna ott, hogy valaki híleli őt, vagy valami. De ettől függetlenül nyertünk, és most már mondhatom, hogy talán egy kicsit én is hozzájárultam ehhez az eseményhez, történéshez. Úgyhogy növekvő lelkesedéssel csapok bele a következő menetbe, ahol ismét ezt a kasztot fogom gyakorolni. Nézzünk is, jó. Hát megint be vagyunk zárva, akkor megint ott a kocsi. Azt kell eljutatnunk az ellenség bázisára, ami, mint mondtam, már az előző kör elején is nem egy könnyű feladat, de ahogy ezt a előző menet mutatta, nem lehetetlen. És hogyha esetleg mindegyik csapattag egy kicsit hasznos, mint például én is elkezdtem kicsit hasznosabb lenni, mint eddig, akkor akár még egy... könnyebb feladat is lehet, könnyű, direkt nem mondok. Valaki megint itt hagyta az egyes dolgait, és mintha ő is látná ezt. Nem tudom, hogy ez igazából mi. Ez egy kalap. Jó. 25 másodpercig kell még random dolgokat mondanom, hogy ne csak egy helybe álljunk, vagy éppen szurkáljuk a falat mindenféle kommentár nélkül. Bár igazából ezt is megtehetnénk, mert az én videóm is, az én videómban, ha akarom, akkor kommentár nélkül szurkálom a falat. Ki kéne írni valamit. Dupla V-t kiírok. Elmondtad, mindegy. Inkább akkor menjünk, jaj, kicsit későn váltottam láthatatlan rám, ez már az pont elég volt. Jaj, hogy szúrt ki? Oké. Ez egy feletté béna indítás volt, de... Ez nem csüggeszt le minket, mert nagyon jól teljesítünk. Van 8 killünk, emellett persze 8 halálunk is, de nem baj. Van 2 asszisztunk, az a legalsó érték pedig nem tudom micsoda. Jaj, azt hittem ellenség. Nem igazán látok olyan útvonalat, ahol én most itt közlekedni tudnék nagy csöndesen az ellenség mögé, talán erre esetleg.
Ez is elég nyílt, de hát semminél jobb. Szia. Nem, nem, ez is zsákutca. Nem tudom, ez a pálya nem kémeknek lett kitalálva. Vagy egyszerűen én vagyok nagyon vak, és itt átérünk anélkül, hogy észrevennének, és ez sikerült, és én büszke vagyok ezért magamra. Mert sikerült ilyen dolgokat elérnem, és most szeretnék átváltozni ellenségé, legalábbis kinézetileg, hogy kicsit becsapjam őket. Nem, ne lőjél rám, én veletek vagyok, bizony a pirosakkal vagyok, csak valakihez közel kéne kerülni, hogy jaj, nem így, jaj, de elrontottuk, mekkorát repültem élet. Van 75 életünk, és a lángolás ellát, és itt van egy barátságos spy. Azt ott szerintem nagyon megsebeztük, úgyhogy talán le kéne lőni, ha csak nem hílete föl valaki vagy valami, mert a toronyban egész lehetséges, hogy van valami hílgép. Sőt, mintha előbb láttam is volna, hogy ott az egyik híl elődött, hát ez itt nem jó, úgyhogy kicsit láthatatlanul. Akartam mondani, közelebb busonunk, de inkább úgy tűnik meghalunk. Bár ezt lehet láthatatlanság nélkül is, úgyhogy erre felesleges volt bekapcsolni. De hát honnan is tudhattam volna, hogy meghalunk. Egy kicsit kezdünk visszamaradni a statisztikánkkal, de még mindig fenntartom, hogy ez az eddigi legjobb spiköröm. Ne. Spiker az úgy hangzik, mint valami angol szó. Hát a spy az tényleg angol, és nem ilyen angol szavakon kéne. Ja, itt van fenn egy túlet, ami olyan okosan lett lerakva, vagy még le is. Szóval le is tud lőni. Hol is van az a túret? Azt nagyon hamar hatástalanítani kéne. Ott az. De talán, mint valaki kinyírta volna, bár nem biztos. Nem, ott van az még. Hát ezzel nem hiszem, hogy túl sokat érek, de úgy látom, hogy innen nem tud rám lőni, viszont ez... nem... Hogy hamarabb kéne bekapcsolnom. Lehet, hogy egy kicsit átváltok demomerre, hogy kilőjem azt a tár... túretet, de nem, ez egy spályos kör, úgyhogy én vele maradok. Talán ezzel is meg lehet oldani, akkor már itt átváltozok láthatatlanná, mint a előbb látható kolléga, hát ha ő jobban csinálja, sőt szinte biztos vagyok benne. Ha ott van még a túret, át kéne változni az igazság ellenségé. Oké. És... azt, jaj, de szépen leszúrtuk. A túlet utána kiszúrt minket, és nagyon hamar likvidált. Ami nem szerencsés, mert pont a túletért jöttem ide. Úgyhogy legközelebb, hogyha ez beválik ez a terv, hogy közelosanok ilyen álcázva, akkor inkább a túletre megyek rá. És egészen lehetséges, hogy be fog válni, mert ha egyszer bevált, akkor bevált kétszer is. Annyi az egész, hogy itt nem kéne lennie senkinek. És akkor működhetne is. De sajnos itt van. Nem, pillanatnyal nincsenek, akkor föl. Jaj, hát ez nem jó, hogy itt voltál. Szerintem pont látta, hogy átváltoztam, vagy valami, vagy egyszerűen gyanús voltam neki, és beleém eresztett pár golyót, vagy tüskét, vagy bármit is lő a healer abból a furcsa kis fegyveréből. Ezzel a taktikával, amit előbb csináltam, és egyszer bejött, azzal megpróbálkozunk még egyszer. Ezt itt le kéne szedni, de nem, helyette lemegy a HP-nk 11-re, és gyanítom, hogy mindjárt nullára. Igen, mielőtt lelőhettük volna a kiszemel. Itt is van egy tárret. Nem tárret, miért mondott tárretnek? Milyen szóval keverem? Mert valahonnan, mint az a tárret, ez rémlene. Vagy csak egyszerűen nem tudok beszélni, ez is persze egy lehetőség. Akkor két turret is van, ha csak a felsőt nem pusztították már el. De nem, az is ott van. Akkor most már két turettel kell foglalkoznunk, aminek igazából nem örülök, de szerintem megérthető, és az rakétákat meg golyókat is lőtt egyszer, és ezzel nem tudtam mit kezdeni. De a statisztikában, a ranglistában tartjuk a helyzetünket, viszont a maga a statisztika az nagyon szar lett már. Akkor azt kéne, hogy bemegyünk láthatatlan a turret mögé. Láthatatlan. Csak nem lát a turret. Oké. Itt. Jaj, hát ez hátra is tud fordulni. Jaj, hát ez így nem vicces. Téged ki kéne lőni. Mitől ragadtam? Belőbb beragadtam valamitől. Jaj. 9-16. Jaj, emlékeztek még a 8-6-os időre? Hát időkre, amikor az volt. Nem, ez most valahogy nagyon... kezd a szarmenet felé konvergálni. Jobbról még nem is mentem. Próbálkozzunk be innen is. Ez eddig nem túl bíztató.
Nem, mert nem folyik semmilyen csata is. Azért igaz, hogy nem csata téren kell nagyon menni, de azért szeretem, ha találkozok ellenséggel, van mit csinálni. Ott a turret, ott a turret. Oké, emögébe kéne állni. Oké, azt leszúrtuk gyorsan vissza, de égünk, de azért 100 HP csak nem fog lemenni az égéstől, ha meg igen, akkor meg kapja be játék. Vissza a bázisra, és itt felhíleljük magunkat, mert jobb ötletem nincs. Ott van a higgyszekrény. Megint láthatatlan, és a turretet azt most már nagyon ki kéne nyírni. Megöltem a turretet, remek. Akkor most átváltozunk, fölmegyünk, és megpróbáljuk a másik turretet is, de valaki kiszúrt, vagy gyanús voltam, vagy csak random belém lőtt, nem tudom, de megölt. Nem baj, az egyik turret kiiktatva, talán nem lesz hamarosan még egy. Persze ellenőrizzük, nem látom innen a turretet, ha ott is van, akkor nagyon elbújtatva. De igazából nincs ott annyi az egész. Jaj, valahonnan, jaj, nem, ez nem volt kellemes. Viszont annak ellenére, hogy milyen szaros statunk, egyre feljebb haladunk a ranglistán. Amit én azért pozitívnak veszek. Oké. Lent van turret? Nincs. Ajaj, ne fogjon el a... Mert azt hittem el fog fogyni valamiért. Oké. Ezt kéne ezt. Oké. Akkor most... És gyorsan lőni a turretet, és nem! Mennyire te maradhatott a turretnek, látjuk az életét? Igazából ezt nem egy revolverrel kellett volna megcsinálni, szúrd le. Ügyes! Na, ezt tudja használni a Spy-t. Tehát ezt lehet, hogy valami komolyabb fegyverrel kéne valakinek megkísérelni, ezzel annyi a probléma, hogy neki meg nincs ugye láthatatlansága. Jaj! Ez kellemetlen. Overtime, jó. Ez a turret ez annyiszor kinyírt, hogy már aláz. Ugye az alázás az elvileg az, legalábbis kedves Atemu kolléga szerint, hogy rengetegszer megöl egymás után. Úgyhogy azt hiszem, jogosan nagyon elegem van abból a turretből, és innentől minden egyes halálom, hát életem arra teszem, hogy azt a turretet kipusztítsam onnan. Ami szerintem el fog tartani a játék végéig, és semmit nem fogok elérni, de... De nem baj. Vicces lesz. Igazából nem lehet, hogy unalmas lesz, de... Igen, nagyon-nagyon úgy érzem, hogy erősebb fegyver kéne ehhez. Kettő, egy, oké. Akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ez a 5 másodperc ezelőtti fellángolásom, hogy azt a túlretet kipusztítom, ez lehet, hogy meghiúsul, mert... hát így egymagamba kevés vagyok egy kis revolveremmel, hogy... Én azt ott elpusztítsam, azokat nagyon nem tetszenek. De spy vagyok akár, mögék is mosonhatnák, és akkor az healert legalább kinyírhatnám. Miért? Na, ez a gyerek is annyiszor megölt, hogy már alász. Hát 22 halálból jött bőven bárkinek, szóval értitek. Oké. Nagyon átlátszó, hogyha már itt átváltozok? Szerintem igen, de hát egy próbát megér. A turret ilyenkor lát, szóval érzik rá, hogy én nem az vagyok, akinek mondom magam, hát, és hát mutatom magam. Vagy nem ilyen okos? Ezt még mindig másmilyen fegyverrel kéne. Én azt mondom, hogy egy demo mennel megpróbálkozhatok. Amint megöltem a turretet és még tart talán a játék, akkor visszaváltok persze Spy-ra, de... Elegem van abból a turretből. Innen szerintetek ki tudnám lőni? Kicsit felpumpálunk oda. Én elképzelhetőnek tartom, lehetségesnek, hogy innen kinyírom rakétákkal. De lehet, hogy játék technikailag úgy mégse. Játváltunk erre a tapadó gránátos fegyverre, és mindjárt telik a játékidő, de nem érdekel, én azt a turretet kinyírom. Talán utolsó lehetőségünk.
Közben ott javítják folyamatosan, ami nem jó. Len van heal tudsz, elég kevés, de... azért megteszi. Szerintem közben teljesen felhílelték a turretet. Te maradjál már. Valaki nyillal megölt. Kinek van nyila? Vagy íja, vagy bármilyen. Oké. Hát ez 18 másodperc alatt már nem igazán fog összejönni semmi. És van egy olyan érzés, hogy ez a turret is életben maradt sajnos. Valakit megöltem, nem a turretet, de valakit megöltem ott fönn. Overtime van még, jó. Van még, nem vesztettünk, jó. Hát akkor ez a turret életben maradt, azt a kezelőjét, aki ott folyamatosan gyógyítgatta, megöltem, viszont az édeskevés nem elég a bosszúhoz, mert az a turretörés, ez bosszú lett volna. Ennyi lenne ez a Team Fortress 2 random gameplay, ha tetszett a videó, lájkold, és nem ezt szoktam mondani. Remélem tetszett a videó, sziasztok!